Gratulálok, kettőnyre győztetek a Vasas ellen. Mesélj, mennyire kellett ez már a lelkeknek, mennyire kellett az öltözőnek az első idei győzelem? Köszönjük szépen először is. Fú, hát ezt nem tudom most elmondani, mert ez a győzelem nagyon kellett. Tényleg feszült is volt a csapat. Én úgy láttam az elmúlt mérkőzésen, de én úgy gondolom, ez a mai mérkőzésen szerintem ki is szakadt. Meg tudtuk nyerni a 3 pontot, és megyünk tovább. Igen, erről beszélt Tóldi Gábor is a sajtótájékoztatón, hogy nagy volt a nyomás rajtatok, ezt te is érezted a meccs előtt? Úgy gondolom, hogy volt nyomás rajtunk, de ezt egy profi játékosnak azért kell tudni kezelni a nyomást, nyomás alatt játszani. Úgy gondolom, ezt mai mérkőzést szerintem jól le is hoztuk a nyomás alatt, és hál' Istennek meg tudtuk 3 pontot szerezni. Aminek te adtad meg az alaphangot a góloddal, mesélj róla, légy szíves. Hát most néztem vissza én is, eléggé érdekes gól volt. Azt hiszem, oda sarkalták nekem, az egyik vasas védő oda sarkalta nekem a labdát, és én egy érintőbe el tudtam lenni hosszú alsó, szóval szerencsés gól volt, de hát lehet nekünk is szerencsénk, mert az elmúlt 4-5 fordulóban nem volt. És neked személy szerint mennyire kellett az, hogy meglőd a 3. gólodat is a bajnokságban, a Fehérvárban? Nekem is igazából nagyon kellett, mert tényleg az elmúlt mérkőzéseken is úgy gondolom, hogy jól játszottam, gólpaszt is adtam, de a gól azt tényleg hiányzott a játékomból, ami szélsőn én fontos, és ez most tényleg most szerintem ki is fog szakadni, és innentől kezdve most már jönnek a gólok. Mi történt utána ezen a meccsen? Érdekes volt, mert bőfél óráig úgy nézett ki, hogy azért ezt a Fehérvár, ezt ti teljesen kézben tartjátok, aztán mégis egyenlített a Vasas. Igen, én is úgy gondolom, az első 30-35 percben szerintem jól játszottunk nagyon, ott uraltuk is a meccset, meg is tudtuk szerezni a vezetést, utána nem tudom, mi történt, talán visszavettünk, vagy a Vasas kapcsolat egy picit följebb fokozatra, megszerezték a vezetést, egy-egy mentünk szünetre, de én úgy gondolom, hogy mi jöttünk ki jól a szünetről, és mi tudtuk megszerezni a vezetést és 3 pontot. Igen, az mekkora katarzis volt a második gól? Hát az óriási, az tényleg nagyon örült neki mindenki, és ez tényleg ez nagyon kellett, ez a mai győzelem. Volt Huszti Szabolcsnak nemrég egy olyan nyilatkozatól, azt mondta, hogy talán sokan nem érzik át a csapatban, hogy itt tényleg a kiesés elkerülése a cél. Mit gondolsz, mi változott, most már átérzi mindenki? Úgy gondolom, hogy szerintem ezen a mai mérkőzésen most ki is derült, hogy szerintem most mindenki átérezte. A szurkolók mögöttünk voltak, mögöttünk is lesznek mindig, amit tényleg nagyon köszönjük neki, szóval tényleg csak ismételni tudom magam, átérezte ezen a mai mérkőzésen mindenki. Mekkora lökést adhat tényleg, hogy összejött az első győzelem? Hatalmasat, ebből szeretnénk többet, és jövő héten is, utána jövő héten is megszerezni a 3 pontot, és pont azt beszéltük, hogy a elkövetkezendő 3 mérkőzésen 7 pontot szeretnénk minimum szerezni.